Az online nyugdíjas egyetem keretében tudhattak meg többet az érdeklődők az AgriNatur projektről egy évvel ezelőtt. Bár a koronavírus megnehezítette a projekt előremenetelét, a háttérmunkálatok az elmúlt időszakban is folyamatosak voltak. Közös túrán járták be az érintett területeket két évvel ezelőtt azok, akik részt vettek az akkori lakossági workshopon, amit idén, október 21-én csütörtökön megismételnek. Az érdeklődőket a FAR épületbe várják 14 órától, ahol elsősorban a természetpedagógiai gondolatokat adják át a résztvevőknek. Általános iskolás tanárt hívtunk meg, óvodákból, bölcsödékből szakembereket, és ezt a természetközeli gondolkodást szeretnénk egy kicsit továbbadni. Többféle előadónk lesz, többféle témában. Egyrészt beszeretnénk mutatni az eddigi eredményeket, amiket a Wittmann Parkban lezajlott kutatások alapján tudunk bemutatni. Többek között a fafajoknak a felmérését, többek között a madártani megfigyeléseket. Ugyanakkor szeretnénk bemutatni azt is, hogy az az ökopedagógiai gondolkodást, ezt hogyan lehet továbbadni az érdeklődők számára, nem csak a felnőttek számára, hanem adott esetben a gyerekeknek is. Az AgriNatur projektre az egyetem és az önkormányzat közösen pályázott, elsődleges célja pedig az ismeretátadás és az ökotudatos szemlélet fejlesztése. Az érintett terület fejlesztésének része a vár épület megújulása, valamint a közösségi színpad építése, amik már elkészültek. További infrastruktúrális beruházások pedig idén ősszel valósulnak majd meg, amik a vár környékét és a Wittmann Parkot érintik. Részben megvalósítunk egy tanösvényt a Várkertben is és a Wittmann Parkban is, egy madárbarát kertet is létrehozunk, egy gyógynövénykertet és egy ökojátszóteret, és remélhetőleg nagyon sok gyermek, iskolás csoport, óvodás csoport fog érkezni ide a Wittmann Parkba és a Várkertbe is természetesen. A csütörtökön tartott lakossági workshopon bemutatják majd a projekt részleteit, az eddig elért eredményeket, valamint a közeljövő fejlesztéseit is. A lakosságot pedig folyamatosan tájékoztatják az AgriNatur projekt előrehaladásáról.